my memory, this is the first time we've done a gathering in a number of years. Az élemlékeimben azért, hogy ez a zárulásunk most ketten tartunk, ez hosszú évek óta az első alulás. Just the two of us. Tehát, hogy mi ketten közösen együtt tartunk egyetlen. Because we were married. Mert ugye házasok voltunk. For a couple of years. Éveken át. Four years. You thought I was going to be the funny one. And then we were divorced for... I think two years. We've been divorced for 1 to 2 years. But those are just symbols. In a greater plan of awakening. Like we never consciously got married to be married. And we never consciously got divorced to be divorced. It was more like Kirsten was saying, what guidance is coming through that would serve the whole? So I know in ways even you guys had a lot of questions around that. And I'm sure everyone does. Because, you know, God didn't just show up and say, God is. Jesus didn't show up and say, God is. He made A Course in Miracles. 365 lessons. And talking for, I don't know, 9 chapters on relationships. Holy relationships. Special relationships. Use of the body. Communication. So how does that look practically? Because he doesn't talk about behaviors in the course. And the reason he did that is because he doesn't want you to make a standpoint that it's this way or it's that way. Because the path is so individualized for everybody. But we can share parables that can help shed light on some of the principles of relationships in Course in Miracles. Kirsten and I have this deep calling to be in connection with everybody. And we have many holy encounters with men and women. And she was basically saying, you know, I have to have these holy encounters. És Kirsten azt mondta, hogy igen, én szeretném, hogy legyenek ezek a szent találkozások, szükségem van rájuk. She was so grateful for the afternoon she spent with him. Nagyon hálás volt Kirsten, amiért az egész délután ezzel a férfival töltöttem. And then he ended up committing suicide. És aztán azt mondta. És aztán azt mondta, or just tried. No, he did. És aztán az a kérdő ténylegesen a gyilkosságot követett el. And it was basically an appreciation for every moment. És Kirstenben ott volt ez a mély hála minden egyes pillanatért. And she said, you know, I'm going to need to keep doing this, so if we're going to get into a relationship, you better not stop me. És Kirsten azt mondta nekem, hogy én szeretném megélni ezeket a pillanatokat, ezeket a szent találkozásokat, és remélem, azt megpróbálni engem, megállítani engem ebben. And at the time, I don't remember any resistance. I just said, okay, great, thank you. But it was really funny what ended up happening. De nagyon vicces volt, ami aztán történt.
was for the next few years once we were married. I ended up getting, I would say, 10 to 12 assignments. With women. Non-sexual. Nem-szexuális. But very intimate. De nagyon intim. Not physically. Nem fizikai módon, intim. But like total marriage in mind. De teljes házasság az elme szintje. And every once in a while, like a man body would be thrown in, like Michael. És néha olyan kapcsolati megbizatások is érkeztek, mint például Michael-el. Where I had that same feeling of being married. Amiben ugyanúgy éreztem ezt a fajta elmében való házasság érzését. And as I feel like the Spirit was showing me or us. És úgy éreztem, hogy a Szentlélek azt mutatja meg nekünk. That true intimacy is what we're going for. Hogy a valódi intimitás az, ami fele tartunk. And it's far beyond physical intimacy. És ez messze túlmutat a fizikai intimitáson. And yet you have to let go of all the barriers to allow that to happen. De meg kell engednünk, hogy elengedjük azokat az akadályokat, melyek útjában vannak ennek, hogy ez megtörténjen. But it can be done in a very safe context. De ez megtörténhet egy nagyon biztonságos kontextusban. For example, all of the women in Kirsten and me knew that nothing was going to happen physically. Például minden nő vagy férfi tudta ezekben a kapcsolati megbizatásokban, Kirsten és Jason számára is, hogy nem fog semmi sem történni. As a stepping stone to accept the deeper love. Ezek ilyen lépcsőfokok voltak, hogy el tudjuk fogadni a mélyebb szeretetet. And eventually we had to let that safety go. És aztán végül el kellett engednünk ezt a fajta biztonságot is. I'm blank now. Most üres a magam. When Jason described right at the beginning that holy encounter I had with that man, amiről Jason az elején beszélt, arról a szent találkozóról az a férfival, we were at a retreat like this. Egy hasonló elvonuláson voltunk, mint ez. And I was not in a partnership relationship. És akkor éppen nem voltam partner kapcsolatban. And it was like he fell in love with, he could see the Christ in me. És az a férfi látta bennem Krisztust. And his whole heart opened up and he fell in love in such a big way. Kinyílt a szíve és olyan szeretett állat bennem. And it was so powerful for him, he was crying. Olyan erőteljes volt a számára, hogy sírt sokat. And he was saying, what do I do with this? És azt mondta, hogy mit csináljak ezzel? And he had a partner. És neki viszont volt pár kapcsolata. He was saying, what does it mean? Mit jelent ez? Azt kérdeztem. And I said, oh, it's just beautiful. You're supposed to fall in love. És én pedig azt mondtam neki, hogy ó, ez olyan gyönyörű, ennek így kell lennie. Ezt a szeretetet kell éreznem. This will happen again and again. És ez újra meg újra meg fog történni. You're meant to fall in love with everyone. Mert az a sorsod, hogy mindenkivel ezt a szeretetet érzed. Because we are opening our heart to God. Mert megnyitjuk a szívünket Istennek. So don't worry if it looks like you're in love with me. Szóval ne aggódj, ha úgy néz ki ez most, mint hogyha engem szeretnél. That's not so important. Ez nem olyan fontos. But he allowed himself to this love, to just fall in love. Csak megengedte magának, hogy megnyíljon ennek a szeretetnek. And so that's what I was sharing with Jason. And then when he died a week later, és aztán, amikor egy héttel később meghalt, I felt such a deep gratitude in my heart. Olyan mély hálát éreztem a szívemben. Like he was able to experience that love the first time in his whole life. Képes volt megtapasztalni ezt az érzést, ezt a mély szeretetet életében először. The only time. Egyetlen egyszer. Thank God I was available. Állok Istennek, hogy akkor elérhető voltam. That's my calling. Ez a hívásom. And so I was sharing, like, if I'm in a relationship, then I have to know that it can't be a block.
És tudnom kell ezt, erről beszélt Jasonnal, hogy a párkapcsolatban vagyunk, ez egy blokk lehet. Because this is our purpose. Mert ez a cél. And Jason was, oh, he is, of course. És Jason pedig azt mondta, hogy igen, mert persze. So, and then later there were times when, of course, for me, some comparison or jealousy or fear of loss would come up. És persze voltak olyan időszakok, amikor olyasmit jöttek fel, mint a féltékenység, a veszteségtől való félelem. Because I gave him permission, which means, he gave me permission, so. Mert ő megadta nekem az engedélyt, de persze az nem tett, hogy én is megadom neki az engedélyt. That felt easy, because I could trust myself. És persze, ez nem volt olyan könnyű, mert magamban megbíztam. But then I had to extend my trust. De ezt kellett elégyszer. So that was where there was more fear. És ezért volt az, hogy akkor feljött a félelem. But we have such a deep commitment to awakening and being very honest and very, very open about everything together. De olyan milyen el voltunk kötelezőben felébredés felé, hogy ennek így kellett történnie. So that has to be the foundation for a relationship to work. Ennek kellett a kapcsolatunk alapjának lenni, hogy működjön. To be able to face those fears. Hogy képesek legyünk arra, hogy szembenézzük ezekkel a félelmekkel. It's really what you're saying underneath is a prayer. Mert amit mondunk, az az ima a szívünkben. Help me fall in love more. Hogy kérlek, segíts, hogy még mélyebb szerelembe szeretetbe essünk. And it may look like you don't want to give permission here. És talán úgy tűnik, hogy nem akarsz engedélyt adni. But it's really just the own fear of falling totally in love. Pedig valójában csak arról a félelemről van szó, hogy a szeretettől magától félsz. Yeah. Really being used. And I mean, it's going to be so easy for you. It's just like one of the last places you're holding on to. Keep safe.